Jó napot! Megint nem kapcsoltam a villanytajzébe a fürdőszobába, a fene vinnie. Jó van, alakul a hasam. Csapzottan, szőrösen, de azért nekiállunk ennek a mai streamnek. Törőközőket ignoráljátok mögöttem, légy szíves, köszi. Nem, az igazság, hogy 7 évvel ezelőtt játszottam először az Evil Dead Island-re, és úgy döntöttem, hogy most így július 3-a, nem is tudom, azt hiszem valamikor július környékén kezdtem ezzel játszani először. Úgy döntöttem, hogy egy picit megint ezzel játszunk, úgyhogy visszakapcsoljuk egy kicsit ezt a játékot. Jól esik, tegnap elővettem megint. Ó, tök jó, valaki éppen elért egy achievementet a játékban. Úgy döntöttem, hogy picit elővesszük ezt a régi, megnézem, hogy rendesen működik-e. Na, látszódik? Látszódik? Nem látszódik mi? Na, mindjárt megoldjuk, várjál, mindjárt megoldjuk. Azt mondja, hogy generic HD game. Ja, mert hogy a Stanley Parable van beállítva. Akkor azt mondom, hogy capture any full screen application. Olyné. Na most sem. Jó, akkor kiválasztjuk. Tada, rend! Most már működnöd kell. Bingo! Elővettem tegnapi játékot megint, hosszú idő után. Aztán picit játszottam a Rider Story-val, játszottam Logan karakterével, 25-össel. Meg a 60-as supporter karakterem, de lehet, hogy most egy picit tolok a Logan-nel, a sima Logan-nel, 59-es, el kéne jönni a 60-at, mert jó lenne Riptide-ba átrakni ezt a karaktert. Itt van még Szupikám, ha esetleg egyszer látod ezt a felvételt, itt van az a izé, itt van az a Szembi, akivel... Várjál? Nem a Szembi, a Logan-nél játszottam én veled, várjál már, ez az, itt van. Ez volt az, amivel együtt toltuk, a 25-ös karakter, igen. És azt tegnap elővettem. Na mindegy, hát remélem nem rontottam el. Mindegy, szóval Ryder karaktere, Logan karaktere, igen, ez amit el akartam vinni. Ez... Jaj, ezt tudom melyik karakter. Ez azt hiszem tudom melyik karakter. Ez volt az, amit elkezdtem csinálni arra, hogy a hotelben az... Ah, igen, ez az. Az volt a célom, hogy a hotelben a karakter fölvigyem 60-as szintre. Hallod? Összesen egy darab fegyvert találtam az egyik zombinál. Ez a karakter, ez nem szól másról, mint arról, hogy izé van, hogy... Okay, here to take a look. Föl akarom upgrade-elni 60-as szintűre úgy, hogy nem lépek ki a prologból, tehát ugye a bevezető részből. És ezt úgy lehet megoldani egyébként, hogy ugye amikor eléri az ember ugye ezt a lift részt, akkor egy az, hogy szétlootolok mindent. Itt. Egyébként... Mégis én már értem egy olyan szintet itt szerintem, hogy simán izé van, simán tudnáik probléma nélkül egyéb dolgokat csinálni. De nézzük csak! Hát jó, az van, hogy itt ez a jelenet ugye a játékban, hogy úristen, ott vannak a futó zombik. És akkor el kell rohanni, és van egy trükk egyébként, figyeld, most eljön. Igen, és akkor most fussak el, figyelj, várjál, futok. Itt van egy szoba. És ennyi igazából az egész trükk. Cső! Látod? Zárjon rajta, hogy akkor nem vesz észre. És meg tudom ölni, mert meg tudom most már ölni, mert már rá tudok... Nézzük. Gyere! Egy megvan. Hopsz. Hogy. Szászt az ágyamról. Hogy, helyes. És már 27-es szintig eljutottam ezzel a karakterrel így. Úgy, ennyi. Persze ez el kell jutni ezért erre a szintre, de nagyon könnyedén lehet egyébként izéni haladni. Nem. Úgy, és ennyi.
Közben összeszedem a pénzt. Ott maradt. Ja, még vannak egy pár. Ó, még hárman ott vannak. A francba. Várjál, még akkor nem végeztünk. Hogy? Gyere! Szeszt az agyamra. Szépen! Meg van ágyazva, megy már innen. Ja, jön a másik is. Gyere! Ja, nem, szerintem csak most elhalad. Várjál, figyelj. Szerintem ezt a kettőt már simán megölöm így. Erre a fejre rálökünk ezt. Megint elütjük. Bum. Ennyi. Kész. És letudtad ezt a részt. És közben végig tudsz menni, meg tudod nézni az egész pályát. Ugye ez, amit a kezdéskor alapból nem lehet megnézni egyébként. De próbáltam egyébként átmenni, de valahogy nem lehet átgriccselődni. Tehát hiába néztem lefelé, szokásos trükköket alkalmaztam, nem... A hülye láthatatlan fal miatt itt nem lehet átgriccselődni. Sajnos ez itt nem működik. De kire lenne mondjuk oda elmenni, megnézni, hogy mi van ott még. Ah, nem lehet. És akkor az ember fogja, Lord lesz checkpoint, és akkor előre lehet kezdeni. És megmarad minden, megmarad az összes XP, megmarad minden egyes dolog, minden megmarad. Game lobbyba egyébként nem is lehet bemenni ezébe a prologból. Na de menjünk be akkor ezébe, menjünk be akkor az egyik karakterbe. Valamivel, tényleg, Xian, ugye mert ez kínaiul van, az X azt hiszem az a Xian. Igen, az a S, az EH meg a Z hang. Igen, valahogy így van a hang. De lényeg az, hogy Xian a hölgynek a neve, de ővele még nem végeztem. Őt még nem jutottam el az ég a 6-os szinte, 6. történetrésznél járok itt Moresby városában. És csak 30-valányos szintű hölgy. Na jó, hát végül is alacsony életelővel rendelkezik, alacsony izével a képességekkel. Ja igen, be kell mennünk majd akkor az izébe ezek szerint a csatornába. Csatorna lesz itt majd a következő. Én szerintem lehet, hogy ezt a hölgyet egy kicsikét föl fogom még előbb tuningolni. Alkohol. Oké, egy kis pénz. Mennyi pénzünk van egyébként? Hát 38 ezer az nem olyan szar. Az kifejezetten jó. 22 alkoholom van, úristen. Van lighting. Jó, van egy pár jó cuccom. Nem állunk olyan szarul ezzel a karakterrel. Tudom, hogy egy 11 éves játékot így elővettem, és most éppen ez játszom, de megmondom őszintén, néha annyira jól esik ezeket a régi dolgokat elővenni, mert nagyon sok kellemes élmény tartozik ehhez számomra, és megmondom őszintén, az is egy picit, hogy hiányzott ez a streamelés, és nem maradok egyébként sokáig sajnos, mert max. 1-2 órát tudok játszani, mert van egy dolgom még, ezután csak, utána már régen volt stream, és régen nézett bárki, és gondoltam, hogy picit előveszem magamat ismét. És amúgy is szupi van, hogy sokáig játszottunk ezzel a játékkal, és így meg is fogadtuk, hogy ezt végigjátszunk, de aztán sose fejeztük be igazából ezt a játékot. Pedig szerintem jó buli. Mai napig szívesen játszom ezzel a játékkal. Tudom, hogy nagyon régi, de én nem tudom, valahogy imádom. A Riptide-ot is szeretem egyébként. Riptide-ot is majd fogom szerintem valamikor izinisztíteni. Nézzük, hogy állunk egyébként mellékmissziókban. Van-e itt mellékmisszió? Azt mondja, hogy Spy Game, igen, ezt csak a dzsungelbe tudom megtenni. Voice over above the sky. Igen, Russian Hideout. Igen, mindkettő ezért a dzsungelbe lehet csak megcsinálni. Jó, ezek meg visszatérőek, oké. Okay. Szerintem, én azt mondom, hogy körbenézek, visszamegyek az izéhoz, visszamegyek a tengerparthoz. Azt megnézzük, hogy mi a helyzet. Oh, bocs, church, innen jöttem. Nem ide akartam menni. Ide akartam menni, Lifeguard Tower. Na, megnézzük először, és van a játékos most éppen, aki játszik. Ó, és mindkettő Xianna játszik, hallod? Benézzünk. Megnézzük, kíváncsiakra. Segítek neki.
Ne hagyd meg! Áh, miért okod a időben? Kennedy, egy! Megyek, segítek! Oké. Király, jó van. Na, menjünk, gyere! De régen nem játszott. Ki ne lépj! Morcos leszek. Jó hét! Segítek neked megcsinálni ezt a missziót. Meg kell nekem is egyébként az XP pont. Ah, még egy orosz. Jó van. Hello, welcome. Na jó. Nézzük, mit találunk. Na persze, hogy alkoholt, mert miért is ne. Te alacsony szinten van még... Van egy cigit, jaj, de jó az a név. Szia! Van egy cigit. Ez nagyon zseniális. Ó, öreg, az egy dolog, hogy telepózézod magad, de ez nem azt jelenti, hogy a játék is telepózézik. Ugyogy. Na, gyere. Hát azt nem haragsz, azt én elviszem, mert ugye az legendary, és a legendary nem fogom ott hagyni, és csak kilépsz ettől függetlenül, én azt nem fogom ott hagyni. Kikapcsoltam a hangot, mert elfelejtettem, hogy be van kapcsolva a hangka felénél. Ja, Istenem. Jó van, ennyi. Most már nem hal. Én is kikapcsoltam azért a voice-ot. Oké, kész, ennyi, megvan. Elővettem ezt a 7 évvel ezelőtt kezdett játékot. 2015-ben játszottam először. Ez a játék, nagyon egyébként imádom. Dying Light-ot is szívesen játszanám, meg live-oznám is, csak az, hogy a gépem épp, hogy elbírja a Dying Light-ot natúrban. De majd fogom elővenni azt is egyébként. Dying Light-ot. Igazából befejeztem már a Dying Light-ot, csak egy csomó dolgot még nem próbáltam ki benne. És tudom, hogy most már nem támogatják, vége van, befejezték, 7 éves játék, nincsen támogatásra, lemaradtam egy csomó dologról, tény, tehát tiszta vagyok vele. Amúgy a livestream az nagyon akad, mert úgy látom, ez egy kicsikét izé van, kicsikét, mint hogy darabos lenne a felvétel. Hoppá, őszik át. Mennyit darabos a játék? Most éppen azt nézem. Felvétel. Nem annyira. Ez nem annyira, ez mondjuk annyira nem tetszik. Egy pillanatot várjam, mert azt mondom, hogy... Most megnézem, hogy van-e esetleg bármi filter rátéve. Filter? Nincs rajta filter. Ennek nem szabadna ennyire darabosnak lenni. Várj, kipróbálok valamit. Nézzük így meg. Hát itt sokkal jobb sajnos. Hát, de egy fokkal talán jobb most. Nem értem egyébként, mert tök folyamatosnak kéne lennie a dolognak. Nem kéne egyáltalán akadni a dolognak. Whee! Hát tudod, tehát ennek tök folyamatosnak kéne lennie. Nem néztem el mostanában. Na, menjünk, öreg, menjünk már! Hát mit szeretnél? Mondjad ma, mit szeretnél? Hát menjél, ez kész! Ezt úgy imádom, amikor bele lehet dobni így a iziba. Cső.
Imádom, ezt imádom. Azért is imádom részben, nem csak a látvány miatt, hanem azért is, mert nem kell akkor fegyveremet használjam, hanem elég, hogyha hátralököm őket, azok eldőlnek, aztán azt mondja, hogy rálépek a fejére és visszolátásra, jó éjszakát. Jó, megcsinált ezt a pályát, jó van, kire? Jó, ez nem ilyen helyes. Ja, szóval röviden tömören ezt a játékot 2015 nyarán, egy ugyanilyen meleg nyáron, ugye akkor kezdődtek az első ilyen nagyobb forróságok. Akkor játszottam ezt először. És... simáltam ezt a játékot akkor. Na gyere! Akkor menjünk fel a felső szintre. Gyere, beszélj Trevorra! Cinnamoy's boys aren't doing a damn thing to prepare. Not like we are. Here, take this. Just a token. Azt megtudod, 24-es, nekem az nem kell. Az abszolút mértében nekem csinál szükségem. Tehát hány szintű vagy, öreg? Azt írja, hogy te 14-es vagy. Jó van, akkor tiéd lehet a 24-es. Nekem nem kell. Én 39-es vagyok, ha jól emlékszem. 39-es vagyok? 39-es, jaj. Teljesen jó. Na, amíg eldöntött, hogy mit csinálsz velük, addig én nem megyek, azt akkor megjavítom a cuccaimat. Itt. Bújni. 38 000. Ez a Lightning Big Baseball Bat. Ja igen, mert ugye izé van, fémes cuccot, izé fémes áramos cuccot csináltam belőle. Eredetileg egyébként Rocket League-ezni akartam, csak megmondom őszintén, a Marek miatt annyira nem tudok koncentrálni, és annyira gyengén megy a játék mostanában, hogy úgy döntöttem, inkább olyan játékot veszek elő, ami hangulatos számomra, és élvezette játszom. Na mi a helyzet? Fönn vagy, látom a toronyba. Na mi van? Igen? Ja, még variálod a cuccaidat, az 24-es, az 14-es. Jó, csináld csak, én addig itt megvárlak ideként. Imádok egyébként bemenni más játékosokhoz, imádok segíteni nekik. Megmondom őszintén azért is, mert két dolog miatt. Egy, ez a játék már nincsen, tehát nem megkapható Steamen. A másik, nagyon ritka látni már új játékosokat ebben a régi játékban. Tehát ez egy 11 éves játék, és minden egyes kis játékost én így megmondom őszintén megbecsülök, mert tök jó érzés az, hogy még erre valaki rászánja az időt és elővesz egy ilyen régi játékot és szívesen játssza. Where the hell did I put that? Igen? Na. Egyébként bírom, mert sose tudom azt, hogy pontosan mit akarnak csinálni ilyenkor a gyerekek. Általában ezt már gyerekek játsszák, csak ezt a zombis játékot, de egyébként megszámolom meg megdöbbentő, hogy miért pont gyerekek veszik elő ezt a játékot. De nem baj, vannak játékosok is, ennek örülök. Talán egyébként akkor lesz majd ennek egy kicsikét megint nagy lendület ennek a játéknak, és az eredetinek is talán, amikor rájönnek arra, hogy a Dying Light-nak a készítőjének a játéka. Gyévi játszottam el első, és rázott tőle ideg. Egyébként baromi jó tényleg. Ha sokáig vacakol, akkor mutatok egy-két trükköt, amit megtanultam. You boy, yes I am. Azt kérdezik, tudom, hogy fiú vagyok-e? Persze, igen, az vagyok. Azt hitt, hogy csaj vagyok. Elegyem a szívedet? Nem vagyok az. Mindjárt megkérdezik, hogy miért játszok csaj karakter. A fejemet teszem rá. Figyeld meg, I'm girl. Oh, okay. Oh, shit. Nice to meet you. Amúgy szerintem annyira csaj, mint ahogy én izé kínai vagyok. Na nézzük, melyik questet választottad. Piece of cake. Search bars for kinds of food. Okay, Cinnamoynak. Akkor visszamegyünk Cinnamoyhoz szerintem. Vagy végülis visszamegyünk, csak nem megyünk szerintem a part, aztán keresünk kaját. Meglegyen a kaja.
Ezt a kanyar pedig nem szoktam elrontani. Neked is jó éjszakát, de gyere nézzük akkor izébb a kaját. Keresünk kaját. Na, nem sikerült, jó? Igen. Ilyenkor, amikor izé van beakad a falba, akkor néha hogy megállítja ezt az animációt, és akkor olyankor olyan kicsit olyan furcsa viselkedik a játék. Ez az. Na menjünk. Van még? Ja, hello. Alkohol. Na, majd csinálok molotovokat belőle szerintem. Akkor ezt betörjük. Egyszer. Amúgy egyébként annó ez a játék számomra, ez azért volt... What do we have here? Nagyon különleges. Gyere, akkor beszélek. You gotta take this insulin to my brother Danny. He needs it. He's in bungalow 14. Please. Jó, visszük akkor az inzulint. Alright. Good. 14-es, az egy alacsony szám, az fönn van a izében, fönn van a hotelnél. Bungalow 14 is at the hotel. Mert az alacsony számok azok mindig izi van, tehát úgy van, hogy a magasabb számok vannak lejjebb egyébként. Úgyhogy visszamegyünk szerintem Sinemoihoz, és akkor onnan majd átsétálunk. Ez a durva egyébként, annyira ismerem ezt a nyolajás játékot, hogy már fejből tudom, hogy mi hol van egyébként ezen a területen, pedig nem is egy létező terület, hallod? Egyébként ez egy érdekes dolog, mert például amikor játszottam Arma 3-at, ugye van a Altis szigete, és ki Altis, viszont egy létező valódi sziget, egyszer le akarok majd jutni, Limnos a neve, és Limnos gyönyörűen szépen le lett modellezve egyébként az Arma 3-ban. És azt a szigetet tényleg baromra jól ismertem egyébként, amíg játszottam az Arma 3-ban. It's okay. I can understand you. Gyere! Gyere, menjünk, vigyük el az inzulint, gyere! Várjál, 14 és mégis ott lenne, akkor ez nem is a hotelnél van. Ups, akkor én ezt benéztem, várjál már. Ups, ó, oh, kilépett. Na mindegy, hát akkor nem visszük el az inzulint. Na mindegy, akkor mindegy, átmegyek másikhoz. Megnézem ezt a gyomolyt. Hát, érdekes dolog, mert én nem úgy érzem, hogy ez egy lány lenne, főképp Putyin meg... Ez biztos, hogy nem csaj. Ez egy olyan srác, mint annak rendje egyébként, ez 100%. Ez egy érdekes ember. Kazaksztán. Na mindegy, fura volt minden esetre. Na, keresünk valaki más, nézzük meg, ki van még esetleg itt, aki online van. Alerom, Palkano, na nézzük, Aleromot. Alerom, tessék, keresünk új játékost, és kicsit szupportálunk. Oh my god! Hello! Is it okay if I join? Enter is chat. Mindig ezt szoktam egyébként, mindig megkérdezem azt, hogy jöhetek-e, probléma-e, van-e gond esetleg ezzel. Nem szeretek egyébként csak úgy bemászni másoknak a játékába, úgyhogy ők azt mondják, hogy nem.
Feltételezem, vagy nem ért angolul, vagy nem tudom, hogy mi van. Vagy nem beszél angolul egyébként. Gyakran előfordul egyébként az is, hogy nem beszélnek angolul, és akkor ugye egyet nem tudok velük kommunikálni. Ami nem baj, megértem, utána ki is lépnek a játékból, tehát ez itt tiszta, hogy nincs is ez sem probléma. Csak néha jó, tudjátok, hogy bejönni egy kicsit. Apa, itt ez lesz, itt van az ajtó. Az általában beszokott zárva lenni. Hello! Hi again. Use enter button for chat. Hát én most nem fogok veled ezért trédelni. A trédelést ezt mindig óvatosan egyébként. Hát figyelj, 91-ben arra gondolok, hogy szerintem ez 20-valahány éves lehet, bár ezt nem tartom valószínűleg, sőt, már 30 elnézi. Úristen, 30 éves, ma 91-ben születtek, te jó ég! Na, hát mennyi? Mennyi, meg segítek neked? Szerintem ő nem ért angolul. Na gyere, akkor menjünk, nézzük, hogy melyik missziót választottad ki magadnak. Azt mondja, hogy Passport to Life, Return to Cinema, oké. Okay. Ah, hey! Nice to meet you. Is it okay if I join you? Szerintem ki fog lépni. Fogadjunk, hogy ki fog lépni. Tudtam! Jaj, de tudtam! Jaj, de tudtam! Hát igen, szóval ez a baj egyébként. Új játékosok nem szeretnek egyébként izélni, nem szeretnek együtt játszani másokkal. Csak semmelyik nem tudja igazából ebben a játékban, hogy alapból be van kapcsolva az online üzemmód. Tehát abban a pillanatban, hogy az ember elkezd játszani ezzel a játékkal, az online ez be van kapcsolva. Aj, bosszant most ezt, hogy miért akad ez ennyire nekem? Ennek nem szabadna így akadnia. Várjál, kipróbálok valamit. Bocsánat, picit módosítom egy-két izét. Módosítok egy-két beállítást. Megnézzük, azt mondja. Anti-cheat hook, az szerintem nem kell. Nézzük meg. Na? Nem. Nem capture foreground. Specific window, így, most lesz jó. Pillanat türelmet. Talán így jobb egy fokkal, de majd kiderül. Hát egy icipicikét. Hát egy fokkal talán jobb most így egész. Annyira rossz, mert egy csomó esetben ugye sose tudod azt, hogy pontosan milyen beállítások a jók, mik nem jók, stb. Aztán így, bocsánat, még közben egy icipicit még finomítok, várja, azt mondom, hogy így. Properties, mi van még? Azt mondja, hogy match start, otherwise find, oké. Okay. Capture food, nem, alul nem kell. Capture cursor, az se kell, az is felesleges. Limit capture, az se kell, az is jó. Vagy tudod mit? Beállítjuk, hogy 60-ra. Nem, az nem kell. Hook rate. Normal, slow, hook rate, fast, legyen fast. Nézzük. Picit módosítok egy-két beállításon. Na, így egész tűrhető lett. Sőt, még egy picit állítunk rajta. Bocsánat egyébként, hogy itt szarozok vele, csak éppen azon gondolkodom, hogy... Pügy. Amúgy kinek hogy telik a nyár? Mert én megmondom őszintén, én nekem nagyon egyszerűen telik. Itthon vagyok ugye hétvégenként. Hétköznap meg melózok ezerrel, és közben meg izzad a tököm. Cső! Cső! Csakolom, tessék egy picit le! Azért az nem semmi, amikor csak úgy kitiszít a zombit, hogy ott fekszik még a kocsit. Na, akkor viszont fókuszáljunk a saját játékunkra, nézzük meg akkor, hogy izé van, hogy mi az, amit kell még megcsinálnunk. Tehát nekünk ugye a Wave Salvation, tehát Joseph-e kell beszélnünk, mert mindenképpen át kell mennünk a csatornarendszeren. Oké, akkor a csatornarendszer következik. És van egy szigét. Figyelj, te végigjátszottad egyébként a játékot? Ismered az összes izét? Az összes kis... Jaj, várj, mutatok neked egy trükköt. Ezt szerintem még nem ismered, ha még itt vagy és még figyeled a játékot.
Mutatok egy apró kis izét, egy apró kis bugot, ezt imádni fogod, figyelj, ez zseniális, ez zseniális. Hát még azért nem vagyunk olyan erősek, hogy ezeket így egyszerűen mindegyiket kinyírjuk, úgyhogy most itt előveszünk egy olyat, hogy nem veszünk elő, mert nincsen molotovunk. Hát akkor előveszik ezt, várjál, mindjárt mutatom a tükröt, csak... Lopkolt. Végig egyszer, de már nem annyira emlékszem semmire. Na hát figyelj, ez a játék eleje ugye Iziba a parton kezdődött, ugye éjszakai buli volt, minden tök jó sziget, stb. Buri sziget, minden, amit el tudsz képzelni. És akkor másnap arra ébredsz, hogy benn vagy a hotelben, és éppen jelezték, hogy mindenki húzzon a francba. Ja, valami katasztrófa történt. Anyátok valakát! Nézd már! Jó éjszakát! És akkor fölébredsz a hotelben, hotelből kimenekülsz, és akkor benne a izében, benne a parton egy bungalóba ébredsz, ahol éppen azon gondolkodnak, most éppen szétcsapják a fejedet, vagy sem, mert nem tudják eldönteni azt, hogy te most zombi vagy-e, vagy sem. Ami, megmondom őszintén, túlélek szempontjából teljes mintában jogos akciónak ítélek. És akkor ugye segítesz Cinnamonnak, és elkezdesz ugye segíteni a Cinnamon is bandájának. Na figyelj, ezt a trükköt nézd, ezt a glitchet nézd, ezt élvezni fogod, figyelj! Imádom. Lehet ilyeneket csinálni. Kicsit se bugos játék, de hát ezeket a bugokért szeretem én ezt a játékot egyébként. Az ilyen kis bugokért. Ez az a fajta játék, amit egyszerűen csak szeretettel tudok erre a játékra gondolni, hiába a véres stílus, amely maga az egész sztori. Mert ugye úgy van, hogy... De ez csak egyébként 45 fok... Van két fajta ajtó, ahol ezt el lehet játszani. Az egyik fajta ajtó az onnan lehet felismerni, hogy kicsit jobban kilóg itt a kerete. A másik pedig ezek a 45 fokos ajtók. Abból az első ajtóból nem sok van egyébként a játékban, szóval azt nehezebb megtalálni. De lehet ilyeneket csinálni, hogy fogod így beállsz, és akkor azt mondod, hogy innen a falon keresztül egy hátodököd a zombit. Aztán fogod magadat egy kicsikét így elkezdés sétálgatni, hogy azt mondod, hogy ja, körbenézünk. Ja, és közéveled az, hogy ne lépjék ki a iziból a bejárható területből. És akkor így át tudsz menni különböző helyeken. Egyébként arra jó, hogyha mondjuk nagyon összarban vagy, vagy éppenséggel jön egy zombi és nem akarsz vele megküzdeni, akkor hogy fogod, hogy bemész, és akkor azt mondod, hogy csövé. Figyeld, azt mondod, ez a kis genya egyébként rá fogja dobni azért a kést, figyeld meg. Hogy mondtam? És a játékban egyébként annyira pontosan tudja egyébként dobni a kést, hogy nem érdemes egyébként megvárni, míg eldobja. Hát tudom, másik meg itt van. Még azért is föl tudom venni egyébként a cuccokat belőle. Csöcsö! Na ennyi. Tehát egy kicsit meg tudod magadnak könnyíteni Moresby városában a dolgokat. Én nem szoktam egyébként túlságosan gyakran kihasználni, mert ugye én ma annyiszor végigjátszottam a játékot, hogy nagyon sok tükköt már ismerek, és nagyon sok dolgot ugye játszottam a játékban. De nagyon szeretem ezt a játékot, na, egyik legnagyobb rajongója vagyok ennek a játéknak. Nem azt mondom, hogy mindent ismerek, de nagyon sok mindent ismerek a játékban ahhoz, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy azért Magyarországon szerintem nálam nagyobb rajongója ennek a játéknak nincsen. Valahogy mindig vagyok megelégedve. Várjál, nem vagyok megelégedve egyébként ezzel a capture-re. Várjál, azt mondom, hogy fast, visszarakjuk fast-a. Így jó volt az előbb. Hogy... Amiért, tehát amit meg kell egyébként érteni ebben a játékban, hogy kétfajta dolog van. Van ez. Ez a terület. Tehát maga a föld. Amit így látsz az egész környéken, tudod, ez maga adja meg magát az egész pályának a height mapját, tehát a magassági szintjeit beállítja egyéb dolgokat. Nagyon sok dolog viszont objektum. Ahogy látod, pont gyönyörű szépen így átjön, az út, a járda, az épületek, minden objektum. Tehát egy olyan 3D-s objektum, amit elhelyeznek ezen az egészen, és akkor gyakorlatilag ezen mászkálsz. Ugye ezeken az objektumokon lehet sétálni, ugye magában a játékban.
hogy itt is ugye átlátszódik az, hogy ugye a maga a valódi terep viszont, játék bukhiba, valódi terep az itt van alatta. És ugye ez határozza meg magát ezt az egészet. Ugye ehhez építik rá. Tudod, itt egy kicsikét így átfut rajta itt ezen a ponton. Itt most a valódi terepen sétálok. Itt nem. Itt az objektumon. És jó, mondjuk a szemét egy része is egyébként objektum. Tehát nagyon sok minden objektum ebben a játékban. És ugye az objektumok nem tökéletesek mindig. Tehát néha... What's in here? Néha csinálnak hibákat benne. Néha, tudod, nem ütközik. Tehát ugye ez a collision. Objektum collision funkció. Ez nem mindig tökéletes, mert vannak előre elkészített objektumok, maga ez az egész épület, egyébként most Gagyi látszott, van, de akkor ez hatalmas fejlődés volt, így is van, 2011-ben ez kurva nagy cucc volt egyébként, de én nem mondanám, hogy Gagyi, mert ez az, ami. Öregem, hogy nem fáj a segget, hogy én beledobtam egy kést. Tehát úgy vannak összerakva a pályák, hogy van egy alapok, ugye objektum mondjuk ez az épület. De egyes tárgyak, mint például ez az áramdoboz is, látod, tehát ez ide van csak téve, és nem tökéletes egyébként ennek is a collision kezelése, mert picit bele tudok mászni. De ennek ugye meg van határozva, hogy mekkora az a terület, amit be tudok járni rajta, körülötte, rá tudok-e menni, stb. Ez mind meg van határozva, ugyanígy ennél a járgánynál is, vagy ennél a ládánál, vagy ennél éppen a tárgynál. YTV20, szia! Igen, most egy picit úgy döntöttem, hogy bekapcsolom a streamet, mert egy régi játékkal szerettem volna játszani, és úgy döntöttem, hogy ez most így nosztalgiázunk, egy picit nem Rocket League-ezünk, meg ilyesmi, hanem egy picit egy régi játékot veszek elő, tényleg hány óra, 1 óra 17, lassan nekem egyébként el kell majd induljak, egy olyan órán belül egyébként. Csak az igazság, hogy tényleg már hiányzott egy picit a streamelés is, meg hiányzott az a játék, és aztán gondoltam, akkor összekötöm a jóra hasznosra. Hölgyem, ne tessék engem bántani. Csak húzz el az életerőmet. És azzal szórakoztam egyébként, hogy elkezdtem bejárni a térképet. Ha megnézed, ugye alapból a térképet nem tudnám egyes helyeken bejárni, mint például csak eddig lehetne látni a térképet, tudod, eddig a házig. Ezért én átmentem a házakon, mert ki akartam próbálni, mekkora térképet részletet látunk. Csak az a baj, hogy egyébként ameddig el tudok látni, kb. Ott van a játék, ahol a határok vannak. Ugyanis úgy működik a játék, hogy kétfajta blokkolási zónát csinál, vagy pontosabban háromfajtát. Az első az az, hogy fogja és valami objektummal, vagy a pálya kialakításával blokkol le téged, hogy nem menjél ott tovább, mert nem akarja tovább menjél. A második az azt csinálja, hogy láthatatlan falakat fölhúz. Azt mondja, hogy itt egy láthatatlan fal, ezen keresztül nem tudsz átmenni. Jó párszor alkalmaz egyébként láthatatlan falat, persze próbálták nem túlzásba vinni, finoman alkalmazzák. És a harmadik pont, emiatt a láthatatlan falat, ugye azért mégse lehet mindenhol használni, lásd ilyet a tengerben, hiába mész be a tengerbe, azért nem láthatatlan falnak lesz ott vége, az mennyire gagyi megoldás már. Ezért van egy harmadik megoldás, egy olyan trigger zóna, ami a trigger zónánál elkezdi kírni azt, hogy ki akarsz menni a pálya határaiból, ezért visszateleportál a legutolsó ponthoz. Tehát ez a háromfajta blokkolási mód, amit vagy pontosabban négy, mert ugye végülis háromnak mondanám, mert ugye vagy a pályával és a objektumokkal játszik, vagy a láthatatlan fallal, vagy ezzel a trigger zónával. A trigger zónát mindjárt meg is tudom mutatni egyébként, mindjárt kimegyek a hítózás, akkor fogod is látni, vagy lehet, hogy lemegyek a tengerpartra, és akkor ott is fogod látszódni. De ja, úgyhogy nagyon aranyos és tök jó megoldásokat alkalmaz. Én régen egyébként még a Duke Nukem 3D időszak alatt én foglalkoztam pályaszerkesztéssel, de engem őszintén már az elmúlt 10-15 évben nem csináltam semmit se, de még mindig a mai napig nagyon szívesen veszek elő játékokat. Mai napig nagyon szívesen foglalkozok ezekkel a kérdésekkel. Pár recording. Uhú! Király! Ezt erről is feledkeztem, hogy ez itt van. És mindig jó egyébként kielemezni játékokat, és nem csak játszani velük. Tehát én úgy vagyok a játékokkal, hogy bele tudom élni magamat a játékba. Tehát el tudom azt hinni, hogy én most tényleg itt vagyok Morezbiben, tényleg itt küzdök zombikkal, tényleg... Oh, hello! Te itt vagy? Oh, szia! Hát ott, tehát én tudok úgy játszani, de közben imádom egyébként kielemezni is játékokat. Oh, hellosztok! Oly, kicsit sokan vagytok ott aludni. Na gyere, akkor egy kicsikét beszélgessünk, gyere. Nem? Vagy? Mint én a Forma 1-be akár. Jaj, akár igen. Na, hát a bácsi úgy döntött, hogy fegyvert ránt, én meg úgy döntöttem, hogy ezt be nem egyezek bele, úgyhogy én nyertem.
Morazbit egyébként izé van, még nem jártam úgy teljes mértékben végig. Lehet, hogy most egy piciket izé van, végigmegyünk itt a pályán. Jó ét! Na! Csokolom! Milyen csúnyának tetszik kinézni mai nap? Picit rohadtabb az arca, mint tegnap. Hogy tetszik lenni? Hát, tessék visszamenni. Hogyni? Úgy össze vagy szakadva, majdnem te is hallod. Utasd nekünk körbe, te idegenzető, Fils Goodman. Oké. Okay. Hát, hantassam be Moresby városát. A Moresby városa pár különböző részből áll össze. Van egy turista rész, van egy belvárosi rész, van egy olyan rész, ahol az ember nem igazán szeret lenni. De igazából egy eléggé változatos város. És a helyi lakosok egyébként nagyon idegen szeretőek, szeretnénk gyakran megölelgetni az embert, elmondják, hogy úgy szeretlek, majd megesztek. Ebben az elsős időben is egyébként Moresby városa nagyon kellemes környék, itt találkozunk Józsival, a helyi kocsmárossal. Józsi kicsit mostanában leadott egy pár kilót, úgy döntött, hogy nagyon el van hízva, ezért egy picit lefogyott, de látni a hasából egy picit leszedett, de látni, hogy a övet azért egy picit jobban szorította magára. Most éppen felüléseket végez, de úgy döntött lenni, hogy most már elfektetem őt, és hagyom neki őt, és egy picit pihenjen, ma már megvolt az öt felülés. Nagyon ügyesen végezte, büszke vagyok rád, Józsi. Na de menjünk tovább. Járjuk még körbe ezt egy önszép várost. Vannak helyi üzletek, van például egy üzlet, ahol rádiókkal foglalkoznak, van egy üzlet, ahol fegyverekkel foglalkoznak, tehát vannak különböző üzletek ebben a városban, vannak raktárépületek is egyébként, itt legfőképpen szereléssel foglalkoznak. Be lehet egyébként itt oldalt is menni, hatalmas nagy garázsajtó van, kocsikat szoktak itt tárolni, és itt javítgatják őket, rendbe rakják őket. Ingatlanárak, de az igazság, most nagyon lementek az ingatlanárak. A környéken egy picikét ugye elszabadult a bűnözés sajnos, aztán így emiatt így nem annyira ideális a helyzet, viszont én most itt éppen takarítom ki a környéket, és szüntetem meg a bűnözést, így ezáltal szerintem hamarosan az ingatlanárak vissza fognak szépen kúszni a megfelelő szintre, és érdemes lesz ismét beköltözni ebbe a környékbe. Van egy nagyon jó kocsma egyébként, pontosabban nem is kocsma, hanem kávézó, Kiev kávézó a neve, el is nézünk mindjárt oda, és körbenézünk ott mi a helyzet. Közben az egyik nagy dohányossal találkozunk, aki hatalmas nagy sóhajokkal fogad minket. Illetve itt a helyi nem fürdő Pista. Pistukám, hogy vagy? Kaptál végre szappant? Gyere, annyira csúnyán nézel ki. Ég az arcod is, ha izítod a szégyentől azt, hogy nem fürdött szennyit. Megértem a dolgot egyébként. Szappant egyébként szerintem izénál, Béláiknál fogsz kapni. Mindjárt be is nézek Bélához. Többfajta szappanja is van, az egyik különleges szappan az a robbanó szappan. Ilyen kicsit olyan érdekes alakja, olyan tojás szellegű alakja van neki. De itt van a helyi fingós. A helyi fingósat ide csábítom. És éppen bél problémákkal közben én elvesztem az életemet. Felébe. Túl sokat vártam elnézést. Mindig elfelejtem, hogy siet egy kicsit egy gyengébb. Úgyhogy... Na de hát itt látni a helyi rendőrséget és gyönyörű szép épületében. Nagyon szépen kidekorálták a környéket, elfektettek rendőrautókat, kidísztették nagyon szép graffitivel is. Úgy döntöttek, hogy nem elég szép a helyi környék, és hát amúgy is a bejárat, ez a csúnya, nagy drótkerítés nem igazán illik ehhez a környékhez, ezért ezekből a habból letámadtak a kéregetők. Hát igen, látod. Ja, letámadtak a késesek. Hát igen, én csak kéregetőkre gondoltam, de igen, ja, úgy picikét úgy döntöttek. De jövünk, itt vagyunk Bélánál a helyi árusnál, akinél van robbanó szappan, nagyon jó egyébként, itt van a helyi robbanó szappanunk, nagyon zseniális, ez 38-as szintől tudom használni, úgyhogy ez nekünk pont tökéletes. Most azon gondolkodom, hogy van 3 gyémántunk, szóval van 38 ezrünk, és szerintem el kéne adnunk valamit ahhoz, hogy tudjunk venni egy kis robbanó szappant. És van egy nagyon jó metal betonom, csak 26-os szintű, és ez a 26-os szint már egy kicsikét régen volt. Szerintem én ezt lehet, hogy úgy döntök, hogy ezt eladom neki jó áron, jó árosítom ezt az árut,
mert szerintem ezt a Metal Batont én ezt későbbiekben is meg fogom tudni szerezni. 2495 ér, nem is a pénz miatt szeretném ezt eladni, hanem azért meg kell a helye a robbanó szappanoknak. Ez még egy nagyon jó. Én azt mondom, ezt eladom. Kicsit vérzik a szívem miatta, de meg kell tőle sajnos szabadulni. Ahhoz, hogy legyen helyünk a robbanó szappanoknak. Úgyhogy most veszünk egy csomó robbanó szappant. 15 darab már van nekünk, ez nagyon jó. Szerintem feltornázzuk magunkat, még egy 15 darabot veszünk. Nézzük meg. 26, még akkor 4 darabot veszünk. 1, 2, 3, 4. Ez az tökéletes. Ez az 30 darab robbanó szappan meg is van. Nagyon jó. A robbanó szappannak az a jellegzetessége, hogy van rajta egy kis pöcök, amit, hogyha az ember kiránt, abban a pillanatban utána elkezd ketyegni, tiktegni, meg mindent csinálni. Szia! Én is örök neked! És egyszerre több embert is tudok gyakorlatilag megszabadítani a büdös szaktól, ahogyan eldobom ezt a robbanó szappant. Mindjárt fogjuk is egyébként demonstrálni itt a Kiev kávézónál, elmegyünk a Kiev kávézóhoz, és megmutatom a robbanó szappannak a hatását, de közben még azért kipróbáljuk itt is, hogy itt működik. Na látod, ennél az ajtónál viszont nem lehet bemenni egyébként ugyanaz a tükkem az előbb. Szia! Te cuki vagy, hoztál nekem kést, mit csinálsz, hagymát szelsz? Édesem, gyere! Mutasd ezt a kést. Az nem is jó hagymaszelésre, szalonázásra nagyon jó, de hagymaszelésre az pocsék. Na figyeljetek, én azt mondom, hogy akkor előveszem ezt a szappant. Várja már, ez most így tökéletes. Gyertek, ide nézz, így működik szépen. Így eldobod, ott van a két bűnös emberke, pontosabban négy. És így egyszer akkor így négy darab gyönyörű szépen meg is fürdött. Darabokra hultak az örömükben. És a robbanó szappan megtette hatását, és ahogy lehet hallani, még szinte lehet hallani, hogy csobog az egész dolog. Folyik a víz, folyik, habzik minden, úgyhogy gyönyörű szépen azóta már mindenki megtisztult a mocskosságtól. Úgyhogy... És én közben szintet léptem. Na nézzük tovább. Na, azt mondja, hogy mi az, amit érdemesen fejleszteni ízénál, azt mondja a rally. Increases stamina regeneration when your health drops below 50%. Hát ezt mondjuk nem kéne megvárni. Endurance. Stamina regeneration rate. Endurance, ez mondjuk lehet, hogy nem lenne rossz. Sharp critical hit chance. Poisonous. Increases poison duration. Ez nem rossz. Boiling blood rage. Lightning moves. Aha. Oh, range-et tudok növelni izéval. Ez jó lesz szerintem nekem, mert akkor ezt már ki tudom váltani akkor. Na de most ugye felbátorodva az előbbi robbanó szappantól, ezért robbanó szappant oda is dobunk egyet, őket is megtisztítjuk. Azaz, gyönyörű szépen. Tökéletes. Egy viszont bőve maradt, tele maradt a fürdésső. Tessék visszafeküdni. Ahogyni. És látjátok, fürdéstől, mint az úszodában, még pénzt is adnak nekem, tök jó. Na, bemutatom a Kiev kávézót, ki is van írva, hogy Kiev kávézó. Hogy? Cső. Egy bírom egyébként ezt a karaktert itt a sarokban. Ott, figyeld. Beraktam, és én mindig nem mozdul, hallod? Add vissza a késem. Gyere, előveszem a szalonázó kést, gyere. Gyere, szélesen mosolyt vágok az arcodra. Elveszetted még a fejedet is. Na, szóval itt a Kiev kávézó, ezt akartam bemutatni. Itt Moresbyben az egyik leghíresebb kávézó. Szemed szép hely egyébként. Pályához képest lenni szép hely. Hát itt is azért nem bírtak magukkal a fiatalok, és muszáj volt összefirkálnunk a falukat, tehát majd letöröm a kezüket. Jó kis kávézó, jó sok borral, meg mindennel. Egyébként alapvetően valósabban el tudnék képzelni egy ilyen helyet kávézónak tényleg. Bejössz, csendes zene, itt van a haverja izének, annak az ukrán figurának, aki közölte azt, hogy itt hagyták őt szegényt. Ja, érdekesség, ha megnézed egyébként a Jack Daniels-es
izét, látni fogod, hogy ez nem is Jack Daniels, hanem Thomas Sparrow Wrocław, ugye Lengyelország, tehát ugye a lengyel csapat rátette ugye a saját kis márkájukat ezekre az izékre, ezekre az italokra. Na de menjünk tovább, még egy picit növeljük a karakterünket. Mennyi az idő? 13:30. Na jó, még egy 20 percet, azt mondom, még egy 20 percet szerintem fog kérdezni. Szia! Hát meg a másik hentes. Őre egyébként az a jellemző erre a helyi hentesre, hogy az a baj vele egyébként, meg a segítje neki, hogy narkolepsziában szenved sajnos, mert a kezében a bárda jött, de ugye a fején volt egy sapka. Most ez a sapka az azért kell egyébként neki, mert rendszeresen az volt a probléma, hogy a helyi hentesboltban, amikor vágta a húst, néha egy fogta, azt így elaludt, ugye minden előzetes dolog ellenére, és így lefejelt az asztalt, és így ne üsse meg nagyon a fejét, ezért fölvett egy ilyen sapkát, ezért a hentesboltban mindig ebben a sapkában szolgálja ki mostanában már a vevőket, ezáltal is megelőzve a bajt. Egyébként kérdezted az előbb az ingatlan árakat. Itt lehet látni, hogy Rick and Hartfield Financial Bank fölajánl nekünk. Na nézd, már ott a helyi kéményseprő is. Nem találja azért a szerszámait, oda néz, rohangja fel alá, oda néz, elfelejtett a szert. De vigyázz be, leess el! Jó, mondtam, hogy leess el, örkör. Na, édes Istenem. De lába azért a védősapkád rajtad volt, hallod. Szóval ugye a helyi bank, az rmhfinancial.com-nál lehet vásárolni egyébként nagyon jó hiteleket, hogyha szeretnél lakást, illetve házakat vásárolni. Az ő hitelkonstrukciójuk egyébként állítólag egyik legjobb itt a környéken. Banói államban, pontosabban Banói szigetén valószínűleg ők az egyetlen egyek, akik nagyon jó és nagyon flexibilis hitelkonstrukciókkal élnek. Szerintem érdemes velük beszélni egyébként. Nézd már! Ne belémálisd a késedet, hanem a hely az izébe, a húsba. Sülcsülök, oda nézz, van itt sülcsülök, van itt sima izé, sima ember, minden tökéletes. Ó, szia! Hát igen, még siene nem ott járok sajnos, hogy menet közben így reflexből levágjam a fejüket, de egyébként imádom. Na ez az, gyere csak. Wow. Elfáradtál? Ledülni egy picikét. Hadd pihenjél már egy jót. Ó, figyeld! Úgy döntöttünk, hogy ebben a robbanékony környezetben egy picit közelebb visszük ezt a lehetőséget, és bemutatjuk környéknek a PB gázpalackok előnyeit és hátrányait. A hátrány az, hogy eléggé gyorsan és könnyedén sérül, az előnye az, hogy eléggé gyorsan meg lehet sütni vele bármilyen húst, ahogy lehet látni, feldarabolja, és egyből meg is süti azzal a lendülettel. Érdemes körbenézni a helyi benzinkútnál, ahol teli van PB gázpalackokkal a környék. És itt vagyunk a helyi kikötőnél is, ami egy személy kikötő. Ebben a kikötőben nagyon szép híd fogad minket. Most egy picit lerombolt állapotban van, sajnos valószínűleg itt is a polgármester változás miatt, de valószínűleg inkább az államnak a politikai hozzáállása miatt nem igazán költöttek az infrastruktúrára, ezért egy picit úgy a híd ez itt összedőlt. Emiatt sajnos a másik oldalra csak csónakkal lehet per pillanatnyilag átmenni a város másik felére, de a víz alacsony állásából kifolyólag most per pillanatnyilag ugye a vízállása nagyon alacsony, át is lehet sétálni egészen addig, ami a játék azt nem közli velünk, hogy túlról a fülünkbe és visszateleportál minket a megfelelő helyre. Tehát ez az egyik korlátozás, ami sajnos a játékban benne van, nem lehet megtekinteni a másik oldalt, pedig gyönyörű szép házak vannak egyébként a másik oldalt. Azokon a környéken egyébként inkább érdemes a gazdag környéke. Ugye ez a szegény környék, ebben vannak ugye nagyon sok infrastruktúra. Kicsikét talán Budapestre hasonlít, ugye az a budai oldal, ez a pesti oldal, de természetesen azért ez egy erős túlzás, de
mégis érdekes látni azért ezt az egész kilakítást. Ami egyébként a helyi különlegesség az az, hogy például az egyes csöveket, az egyes különböző infrastruktúrális dolgokat közvetlenül a víz fölött vitték el. Feltételezhetőleg ez kis folyású folyóról lehet szó, amiatt ugye inkább azon a környéken gondolták azt, hogy esetleg ez jó ötlet. Én szerintem iszonyatos nagy baromság, de egyefene, végül is nem egyformák vagyunk, és emiatt így ott megy az orosz gáz. Nem hiszem, de lehet egyébként. Ez a sziget egyébként, ugye ez a nem valódi sziget, Banoi főképpen Ausztráliához van közel, Ausztrália, azt hiszem, ha jól emlékszem, Ausztrália fennhatóság, viszont saját önálló infrastruktúrával, kormányzattal, illetve egyéb jogi körökkel rendelkezik, de az ausztrál befolyás miatt itt is jobb oldalt kell egyébként vezetni, az autóban is jobb oldalt van a kormány, bocsánat, bal oldalt kell vezetni, mert jobb oldalt van a kormány az autóban. Úgyhogy itt is a balkezes vezetés az, ami a jellemző, de nem a jobbkezes vezetés. Ahogy lehet látni ebben a kis gyönyörű szép kis kereszteződésben is, egy eléggé kertvárosi jellegű kialakítású van szó. Összetömörültek az autók ugye a nagy menekülés miatt, viszont felrobbantották a hidat. Én ezeket az embereket szerintem most megszabadítom minden fájdalmuktól, egy picit eldobom a sziszegő szappant, ez az gyönyörű szép, tökéletes. Te még? Na! Néni! Néni! Szexuális erőszak! Szexuális erőszak! Mit mondasz? Várj. Aha. Igen. Jó, vettem. Köszi. Menjünk akkor tovább a hídra. Oh, hello. Azt mondja, hogy tehát ez a híd egyébként a város egyik legjelentősebb és legfontosabb hídja. Ez volt az, ami minket átvitt ugye a másik oldalra. Ha megnéztek, egyébként ez egy Fiat utánzat, ez egy taxi, helyi taxi, city taxi. Szerintem a helyi főtaxinek megfelelő a taxi cégnek volt ugye az egyik autója. Szerintem egyébként nagyon kis cuki kialakítása van neki. Általában itt is inkább félig mendig ugye importált autókkal dolgoznak, saját autógyártások. Ops, itt van Rise! Ó, megjött Rise! Tegnap játszottam egyébként ezzel a sráccal. Hello! Nem tudom, hogy talált meg, de ügyesen talált meg. Tényleg, hanyas szintű is vagy te? Nem is emlékszem már rá. Igen, Rise, föl tűnt neked, hogy hátul éppen be akarnak támadni téged? Szerintem nem tűnt föl neked. Would be surprising if you wouldn't, as we played yesterday. Azt mondta, hogy emlékszem rád, hát mi meg is lepődnék, hogyha nem, mert mondom, izé van, tegnap játszottunk. Csak questek, azt mondja, igen, ez jön még, akkor azt mondja, hogy várj, csak mindjárt is tudom ennek Rise-nak is ezt a... Ah, itt van! Let me show you something. Gyere, Rise, gyere! Look down. Nice. Na, és megtanítottam az egyik user-t, hogy kell csalni egy picit a játékban. Amúgy ez a vicces, hogy ez a... Sort of, yes. Oh, France.
Csúnya bácsi! Meg is haltál? Ó, elhunyt. Csokolom! Ez az, innivaló, tök jó! Na, így, akkor megcsinom a izit, megcsinom a fegyveremet. Franc, itt nincsen fegyverizé gyártó. Na mindegy, mindjárt beszedjük a dolgokat. Aztán ilyen ez a játéknak ennek a hangulata. Én ugye már igazából úgy játszom, hogy nem is a játéket, mégis a játéket játszom alapvetően ezt a játékot, de nem azért, mert én most már annyira ugye a sztori miatt, hanem azért, mert tényleg szórakozásba játszom. Francba. Na, föl kell tesz, hogy megküzdesz velük inkább. Na, franc. Inkább föl kell, inkább megküzdöttél velük. Azért föl kell tettél volna, reg. 1344-et vesztettem, én egy összomba visszaszedjük. Menjünk grillezni, visszük a PB Gáz palackot. Cső! Csé! Ezt imádom. Ah, ennyi akkor adok, várja. Hova medkit itt van? Azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tessék, 9-et kapsz, parancsolj. Now you do. De hogy lehet valaki úgy játszani, nem használni ezért medkiteket, basszus kulcsát, hihetetlen. Ó, megjött az a kedvencem! Csövi! Csövi! Szia! Szerintem fuss el, öreg, jobban jársz, fuss el, öreg, jobban jársz. Úgy, egy kereszt. Ez az, megvan most már. Ó, ott a másik, hello! Hund vagy, mutasd magad. Ott vagy valahol, ott van, ott. Tökéletes. Gyere! Jön egy futó. Állj! Kicsit elszemdöttem, másodikra nem szemdöttem második kis dükre. Szerintem ezt nem kellett volna, öreg, mert most tetsz a szarba. Jó, megvan. Oké. Thanks! Oh. Thanks! Na, jó van, akkor nézzünk körül. Oké. Mennyi az idő? Hány óra van? 13:44. Lassan most már el kell induljak, az igazság. Csak megmondom, olyan nehéz itt hagyni ezt a játékot. Annyira nagyon szeretem egyébként. Hello! Tökéletes, így akartam. Ez az, nagyon jó. Egyszer, kétszer, ennyi. Tökéletes. Mi lesz a program? Nem akarom elárulni, személyes dolog, de lényeg az, hogy dolog lesz. Majd elmesélem utólag, jó? Elmesélem majd utólag. Most nem akarom elmesélni. Szóval menjünk vissza, én azt mondom, hogy lehet, hogy elkezdem akkor azért a csatornarendszert, de az, hogy az olyan hosszú. Csatornarendszer az olyan hosszú. Nem randi... hallod? Most mondjam azt, hogy hála az innek, hogy nem vagy az, hogy bárcsak, hogy igen, nem tudom. Az igaz, nem tudom. Ja nem olyan program, szórakozás lesz, nincs ez a baj, csak nem akarok most... úgy énekben beszélni róla. Nem! Én meg a csajozás, te! Az...
Sure. Oj, a nyavajás! Ah, táncba. Megint lefogtak, megint lefogtak. Csúnya néni, csúnya néni. Csúnya néni. Jaj, te! Figyelj! Többet néztek ki belőle, mint amennyi igazából valóságban van. Hogy is nem, semmi ilyesmi. Már mondjuk én örülök. Én mondjuk azért örülök, hogy azért ezt néztek belőlem. Feküdj már le, hát nézd meg, hát hadd mérjem meg a lázadat. Igen, látszik, lázas volt-e. Szétnyomta a fejedet a láz. Ó, ügyes vagy. Nem vagyunk itt egy fillért se, hallod? Na, azt mondja, hogy akkor megjavítjuk a fegyvereket. 20 000 maradt. Franc enni, meg jó elfogyott a pízem. Jó elfogyott a pízem, azért van belőve a szakály, meg mit tudom én. De az, ez belőve, hallod? Tiszta sör vagyok itt, tódat, meg minden. Hát nézd meg! Hello, én is szeretlek, ne idegessé! Mennyi golyót kell a fejedbe lőjek, hallod már? Na végre, hát nézd meg! Ez az, na most mi majó minden, kafa. Gyere, menjünk ide! Bemegyünk ide, izéhoz, Nickhez. Gyere, megyünk Nickhez. De hogy van belőle a szakár? Ugyan már, még nincsen belőle. Na, hát akkor most egy picit lazítunk. Most éppen azon gondolkodom, hogy hát muszáj egyébként az izébe haladni. Muszáj egyébként. Mennyi idő van még? Got limited time, but we can start the tunnels. Sewers. Na. Elkezdjük a izét, elkezdjük a... Maybe there's something inside. Csatorna rendszert! Okay. Föltöltjük magunkat. Egy itóka, tökéletes. Na, akkor menjünk sewers. Tell me when ready. She agreed? Okay then. Okay, akkor menjünk. One of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side. But the sewage level needs to be lowered first, because right now everything is flooded. We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. Szia, Roy Thomas! Norbisták! Öregem! De jó ezek a nevek! Will you? Tök jó. Persze, hogy segítek. I'll try. A toy. Well, let's go then. Alright. Let's go. Let's do this. Gyerünk, József. Józsikám. Mozgasd a lábad. Séta. Norbertist. Trapisták. Pista, trapista. Nem, pénzt nem hagyunk itt. Pénzt nem hagyunk itt. Semmit nem hagyunk itt. Mindent viszünk magunkkal. Úgy, né. Csövi! Jönnek a rajongók. Nézd már! Csak nem sikerült szétütni a fejed előbb, mint hogy ő
megcsinálta volna. Na, menjünk! Norbert 79 isták. Úristen, ez már még jobban bonyolít ezt az egészet. Okay, we'll try to pass through that building. Cső! Wow, szép volt. Nice. Ista, pista, trapista. Már itt van balról egy néni, figyeld. Ja, nem, ez bácsi most. Szia! Ott a néni is. Megvan, mindkettő megvan. Ez az, végre beindult az elektromosság ebbe a szarba. Ez az, gyerünk. Néni, gyere. Megyek, 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 megyek. Néni, most vagyok. Megyek ma bácsi. Milyen retro? Dead Island. 2011-es Dead Island. Imádom ezt a játékot. 2015-ben játszottam el először. Akkor is ilyen rohadt nagy meleg volt, itt nyári meleg volt. President Evil. Nem, Dead Island. És... hát ezt most már kicsikét erősebb fegyver kell ezekhez. Sziasztok! És a játék... Hoppá! Bácsit meg szétszedik. Jajajajaj, bácsi, 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 bácsi. Azaz, kérem. Szóval 2015 nyarán kezdtem először ezzel játszani. A tengerparton játszódik, és igazából nekem azért is nagyon tetszett, mert totálisan beleéltem magamat, mert hogy akkor is ilyen hülye forróság volt, meg minden, és akkor a játékban ugye tengerparton vagy, és tök jól adta egy a hangulatát. Annyira adta nekem ezt az egészet, hogy mondom, mondom, ez kész. És annyira teli van hibákkal, bugos a játék, van egy csomó nyugja neki. Bugyuta egy pár szemhontból. Nem tökéletes a grafika sem. Mégis, annyira imádni való ez a játék, annyira imádjuk, tehát akik játsszák ezt a játékot, azok egyszerűen imádják ezt a játékot. És ez a banda csinálta aztán a Dying Light-ot egyébként. De ez volt az első nekik, ez volt az első zombis játékuk, a Dead Island. Hát én is lennék szívesen valóságban tengerparton, de hát a fene vinnél nincsen most lehetőségünk rá, úgyhogy... ez van. Ez van, sajnos. Ez van. Figyelj, azzal főzünk, amivel tudunk, érted? Ha vízzel tudunk csak főzni, akkor vízzel főzünk. Mafia 2 elővegyem meg én? Lehet róla szó. Azért ez most nem volt szar. Ezt most azért nem csináltuk szarul. Ezt most azért nem csináltuk szarul. Ja, lehet, hogy szó egyébként Mafia 2-ről is. Benne vagyok. Az is egy jó játék. Na, a Mafia 2-t ezt kifejezetten imádtam. Hát nézd már! Lokkol, lokkol! Ó! Meg ne haj! Jó, ez jó nekem, ez pont jó egy időben. Addig... dehogy is nem állunk meg egy pillanatra, kell az egy medium medkit. Ó, nagyon friss szót. Jó, majd visszafelé vett, majd megvesszük. Jó, ráér. Csokolom! Én addig kísérem. Mafia is nagyon sokszor csak sétálgattam az NPC-k között. Egyébként igen! Tehát én a Mafia 1-et meg a Mafia 2-t pont ezért imádtam. Majd amikor Oculus-on meg fogunk tengerben buckolni. Ja. Gyertek, 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 gyertek! Hey! Na, hoppanj már föl! Francba! Azt hittem, hogy hamarabb robbantja föl az ékot a dögöket. Cheers! Nem. Most egy kicsit szükös lesz ez így. Úgy, már jó, így már jó. Gyertek, gyertek! Gyorsan, gyorsan, robban! Úgy, az, gyere, gyere! Nem hat meg! Hallod? Józsikám, mi a franc van veled? Hát nem látod, hogy zombi akarja hátadat?
Nem a feleséged volt, hanem a zombi. Hallod? Bemész a zombik közé, aztán csodálkozol, hogy bántanak. Pihenj már le, te is. Hát nézd meg. Na jó van, oké. Józsikát elkísértük. Na, akkor összeszedünk még itt minden... Oh, ez az. Double Blade. Azt tudom a legjobban egyébként a játékban. A Double Blade semmi haszna nincsen. A legszarabb cucc egyébként. Metában megerőszakolnak. Bevállalom! Csak ne férfi legyen. Nem. Let's... várjunk, nem kell. Fegyvereket majd meg tudjuk csinálni nézébe is a... 4000-et ott hagytam! 4000-et ott hagytam! A fenébe! Mert ugye Józsikámat muszáj volt megvárni. A fenébe! Igen, az a baj, hogyha valaki ott benne áll azébe, a trigger zónába, akkor a 4000-et nem tudom átvenni, mert ugye eltűnik abban a pillanatban azé a... I know. Fogyóban a cuccom. Hát igen, amilyen szög van ennek itt a víznek. Menjél már fő, öreg! Hát itt vagy szakolsz. Menjél már fő! Öregem megállott. I'm unhappy, nem, I don't like him. Jaj, nem szereti. Hát... You are supposed to kill him, not like him. Megölni kell, nem szeretni. Azaz. Na, meg vagyunk, király. Na. Pucs. Nem hagytam le semmit, jó van, király. Visszadobom kenyérre. Jó összeket. Jó. Cső. Personal ID, tökéletes. Oh, wait. Damaging Sticer, az jó néz ki. Várjunk, milyen volt? 39, fast shotgun. Várjunk, hány a szintű? Azt mondjuk, ja, 36-os. Hát, az már nem jó nekünk, az már... Maybe there's something useful. Nagyon jó. De ez a karaktere most játszom először végig a dolgot, úgy muszáj az, hogy az összes cuccot összeszedjem, amit csak lehet. Na, készen állsz? Ilyen ára benne dobál. Jaj, egyébként gyogos, hallod? Komolyan mondom, most majd járunk, hogy lassan már izé van, papírgalacsinokat kell már tüntetéseken is dobálni, mert már a tojás is kurva drága, a narancs is kurva drága, a parancsim is kurva drága, a kenyér is kurva drága. Tünteni se lehet rendesen, hallod, ilyen árak mellett. Ja, nézd már, Norbika a stream előtt. Na, menjünk! Nem, de hova rohansz? Nem... Ó, életem, de miért... Miért... Ó, Istenem, de miért vagy ilyen okos? Miért rohansz be a zombik közé? Wow! Nem sokat szarosz, te hallod-e? Damn, dude! Várjál, hányas szintű vagy te? Na, a Sniper Elite 5-öt.
Megmondom őszintén, a Sniper Elite sorozatból én a második részt azt kedveltem, a harmadik rész az úgy olyan elmegy kategória volt. Nekem a Sniper Elite-tel egyetlen egy bajom van egyébként, hogy túl sok benne a sallang, úgy értem, túl sok a kijelzés, minden, nem lehet kikapcsolni teljes mértékben minden egyes segítő funkciót, hanem a játék ragaszkodik ahhoz, hogy mindenképpen megmutasson azt, hogy az ellenség hol van, meg az ilyenek. Mert például ugye azért a Hidden Dangerous 2 játékot úgy szerettem abból a szempontból, hogy minden szélszet ki lehetett kapcsolni benne. Ó, a Far Cry 2 az nagyon jó. I know this is the wrong way, but I wanted to play the whole map. Kod 2 is nagyon kellemes, az biztos. Szóval igen, hogy én azt nem szeretem a játékokban, hogy tele van aggasztva mindenfajta azért a plusz segítséggel, és nekem ez nem kell. Én szeretnék beleélni magamat a játékba. Itt is, ha megnézed, Dead Island-ben is kikapcsoltam mindent, amit csak lehet. A The Hunterben is egyébként, azt csinálom, hogy fogom, mindent kikapcsolok, amit csak lehet. Az egyetlen dolog, amit meghagytam, az azért volt a nyomoknak a kijelzése. Azért, mert megmondom őszintén, azokat a büdös életben nem venném észre, hogyha az is ki lenne kapcsolva. Én úgy szeretem játszani játékot, hogy semmi segítségem nincsen, hanem hagyni, hogy én felfedezzem magamnak a játékot. Hogy ne segítsen a játék. Túl sok segítség, nekem ez nem tetszik. Mert az a probléma ezzel, hogy az, hogy bele tudjak merülni játékba, azt rohadtul megöli vele, hallod. A angol szó erre ugye az immersion, és az immersion nekem nagyon fontos egy játékban. Tehát az, hogy bele tudjak merülni, hogy át tudjam inni a játéknak a világát. Benne legyek abban a világban, ami bemutat régen kis csikkó koromban a Dungeon Keeper-t játszottam ki egy nyáron legalább tízszer. Az egy jó játék volt, én soha nem játszottam vele, de nekem megvan, ezért gogon. Go crazy if you wish. I am just killing as many zombies as possible. Whee! Nem menj már lém, hát ott van a sok píz. Hát hadd szedjem már vissza azt a négyezet, amit elhagytam. Na, ez az királyság. No, azt mondja, még abban nem volt segítség, mert tudod, hogy ilyen marhaságok. Ja, volt egyébként hivatalos a dokumentáció neki, azt hiszem PDF-fába hozzárakják a játékhoz, amikor megveszed Google-on. Nekem azt hiszem Google-on megvan a Dungeon Keeper. Soha nem játszottam a Dungeon Keeper-ről, de olyan játékokat vettem elő egyébként, ilyen nagyon régi játékokat, mint például... Rendőrség, bemegyünk, ahol nem tudunk bemenni a rendőrség. Várjál, próbáljuk. Átom, neked sem megy. Aha. Várj, és ha tollak? Várj, mi van, hogyha tollak? Sikerült? Mondd, hogy sikerült. Á, francba, nem sikerült. Át tudunk lógni rajta? Nem tudunk átlógni rajta. Francba, ez objektum, ennek jó, jó a collision zónája, rendesen meg van csinálva. Francba. Gyere, segítek, áttollak. Nyomd meg, nem érde. Á, shit. Shit, so close. Na, úgyhogy, egyébként, hogy mondjam, tehát én szeretem a régi játékokat, szeretem az új játékokat, az a bajom, hogy it is a payday. Jaj, igen.
Nem tudtam megdobni, fenem innyien, nem tudtam megdobni. Nem tudtam megdobni, látod, látod? Nem tudtam meg. Fenem innyien pedig meg voltam dobni. Jó, az megkora. Föl nem edvenni azért a... Föl nem edverni azért a koponyát, mert az én koponyám. Nem nyúlsz hozzá, sítszel innen. Enyém, enyém, enyém. Hogy? Nem viszed nekem a developer izékat modoknak a koponyáit, mert nyakon basztak. Úgy, úgy. Már azért jöttem pont ebbe az irányba, mert fel akartam szedni ezt a koponyát. Dungeon-ket nem adta? Te, őszintén megmondom neked, nekem a Dungeon Keeper sorozat abszolút mértében kimaradt. Én olyannal játszottam inkább, hogy Team Hospital. És a Team Hospitalban a Two Point Hospital nagyon jól visszaadja ezt a régi hangulatot. Tehát abszolút mértében jó egyébként, tetszik nagyon. Na, erre menjünk még. Erre fele megyünk. Erre nem tudunk menni, akkor erre nem megyünk. Nem, nekem egy csomó ilyen játéka maradt az életemben, tudod, már izé van, mert... vagy azért, mert a 486-osom már nem bírta. Nekem úgy volt a számítógépek, hogy az első számítógépem, az első PC-m... 486-os volt. A 486-os után volt nekem egy nagyon nagy kihagyás. Alap. Meg is tudom ilyen mutatni. Na, mindjárt... most behazudom azt, hogy valaki csöngött. Most eljátszom azt, hogy valaki bejött az ajtón, izét bekopogott minden, és akkor hogy most éppen valaki jött hozzám. Valójában senki nem jár hozzám, úgyhogy ez a legjobb, de most behozodom azt. Oké, most éppen köszönök, éppen visszasétálok a géphez. I will be back later. See you later. Na most behozom azt. Én lassan most tényleg le kell az izival a live-val. De most nem tudom neked a régi játékokat várja. Ezt bekapcsoljuk. Na. Szóval miket csináltam meg én például mostanában. Van egy külön folderem, hogy old games. Miket szoktam néha elővenni? Várjál. És el is vitt az első hangulatát. Figyelj, másabb volt a második rész az igazság, de... hogy nyom, szerint... Capture method van külön. Automatic. Zsír. És ez így gyorsabb? Mindjárt kiderül. Szóval a lényeg az, hogy vannak ilyen régi játékaim, például Irány a gettó. Várjál, ezt például nem tudom, hogy ezt ismered-e. Ez egy magyar, ez egy ilyen alapmű volt, ilyen magyar alapmű. Figyeld. Nem tudom, ez megvan-e. Találkoztál? A felvétel nem látszódik. Nem látszódik a játék se? Van meg! De, most látszódik. Na. Várj, csinálunk egy újat. Mondjuk ősz. Kanállal a lecsóból! Mi van, megtetszett? Annó ez valamikor a 2000-es évek elején kezdték csinálni magyar gyerekek a Duke Nukem Engine-jére egy ilyen magyar környezetet, egy ilyen magyar világot kialakítani a magyar életekből, aztán átalakították izére. Úristen, mi ez? Öregem, tök jó, hogy tudok nektek újat mutatni. De király! Jaj, de király! Ez idő, hogy végre átkorak szívzőt kell mondanom, a kibaszott. Amúgy elkezdtem emiatt a játékmenet hallgatni,
a Terror Dome nevezetű játékot. Ú, várjál, azt mondja, miatt lehet, hogy engem le fog tiltani azért a Twitch, mert vannak benne eléggé, hogy is mondjam, explicit contentek, megpróbálom kikerülni őket, várjál. Igen, ott van egy, ott van egy. Lefelé kell hajoljak, hogy ne látszódjon. Várjál, így. Na, jó van. Várj, kicsit lejjebb veszem a hangját, mert iszonyat hangos az a játék. Pillanatot váltok. Várj, hangkeverő. Hol a hangkeverő? Hangkeverő. Hol lettél? Ott vagy. Igen, szerintem alapból eléggé hangos a játék. Pillanat, türelmet, éppen bénázok. Várjál. Nem látszik. Várjál, kicsit kitolok vele, kitolok az arcszeva. Ott volt. Mennyibe lesz éppen ott a Commanderbe? Linket kérhetek? Megpróbálom megadni neked. Én ezt Easy-ról töltöttem le. Várjál. Egy pillanat türelmet már most ez így. Op. Itt vagytok, jó van, oké. Megvan, bocsánat, csak azt hittem, elszarodott az egész. Na várjál, keresek linket neked. Egy pillanat türelmet, hogy... hova lett? Itt van, ez az. Na, azt mondja, hogy irány a gettó. Várjál, átment angol kiosztásba ez a billentyűzetem. Pillanat, ez az. Tehát irány a gettó, az volt a játéknak a neve. Azt hiszem a release trailerben van benne a letöltés link is, de mindjárt megkeressük, várjál. Ezek működnek még? Aha, ezek még működnek. Királyság. Nagyon király. Na, itt van. Itt meg tudod szerezni. Ezt a linket kövesd, és abban a Mediafire-os cuccok elvileg az összes link működik. Várjál. Part 5, part 4, part 3, part 2. És kapcsold be azt a funkciót, hogy töltse be a high-res, meg egyéb ilyen dolgokat. Mindjárt mutatom, hogy kell indítani, mert akkor ilyen full 3D-s eszközök vannak, meg minden. De tessék, ott van a irány a gettónak a letöltési linkje. Az egyik ott úgy, ahogy van, tehát úgy kell indítani, ahogy van, tehát nem kell vele sokat vacakolni. Az egyik 32-t, hogyha elindítod, és akkor azt tudod, hogy a high-res foldert azt izé van, azt kapcsolja be mindenképpen. És akkor izé van, jobb lesz a felbontása, hogy minden be tudsz kapcsolni. Nagyon szívesen. Na, és akkor várja, hol jártam? Ja igen, a hangot akartam levenni. Várja, mert a hang az iszonyatosan hangos a játéknak. Azt mondom, levisszük 40-esre szerintem. 40-es bőven elég lesz. Na. A tiszta cipő, igen. Hát nincs ajta. Kicsit most akad, mert... Na, ingye, ezt meg kell öljem azért az elsőt. Gyere csak közelbe. Oké. Okay. Pisztoly még mindig nincs fenébe. Puff, Teddy. Oh. Ajaj. Jaj, már meg! Pisztoly még mindig nincs fenébe. Tehát az ilyen feliratok miatt is imádom. Keresünk mindjárt fegyvert, várjál, ide be tud menni? Igen, nem mindenhova lehetett bemenni. Elek Team Disco Bar, The Mixman, The DJ Petrencés. És ott van a mikrofon a péniszén. Áll a kép. Franc, várjál. Akkor ott valami történt. Pillanat. Mindjárt megoldjuk a problémát. Pillanatot, türelmet kérek. Na, visszajött? Tökéletes, most már jó. Teljes játszak meg!
Nem! Ha lejártunk! Jó, van, mindjárt lejátszhatod, várj már. Na várj, tudod mit? DNA weapons, tessék. Gyere! Oj, de megvan oldva a probléma. A Duke Nukem cheatjei egyébként tökéletesen működnek ebbe a játékba is egyébként. És kapsz egy elzett kulcsot, ezt be kell ide rakni, és akkor ki lehet nyitni az ajtót. Az akadások egyébként azért fakadnak, a textúrákat ugye tölti be felé, meg minden, aztán egy kicsikét. Szia, kutyus! Húzom, kutyudi! És látom rendesen, és ne szalad össze a környéket! Nézd már, hát! Kutyudi! Kutyudi, ne engemet egyél meg, légy szíves! Itt a parkolóra. Heaven Street 7. Nagy rajongói voltak egyébként a izének a srácok a Need for Speed 2-nek. Azt hiszem ez a zenés onnan van egyébként. Ja, ott van még a régi 200-as. Most az első pályát így bemutatom egy picikét, nem teljesen. Jó? Itt azért a srácok okosak voltak, mert leprogramozták például azt is, hogy az automaták tényleg adjanak valami innivalót, tehát ne csak az legyen, hogy fogod, azt mondod, hogy odamész, aztán hello. Ugye természetesen ez is működik, mint mindig. Ó, igen, Babe, azt mondja. Bákutyus. Na hát igen, szóval, hogy ez az irány a gettó. Van nagyon sok pálya egyébként neki, van ami például Balatonon zajlik, van ami ugye a városban zajlik, tehát egy eléggé hosszadalmas játék. Hoppá, itt a kocsma. A rendőrség kitette, egy ilyen kis mini kocsma. Ezért sem már kicsit el is felejtettem az első pályát. Megvagytok. Macskák. Nem sikerült. Másik game az mindig a demonban csak a Bloodbath. Bloodbath-et nem ismerem, megmondom őszintén. Nem is hallottam róla, megmondom neked őszintén. Ezért hallottam Bloodról. Ja, várjál. Hát igen, mondjuk ez nem éppen egy fontos fegyver. Itt a szikkat, ez egy kocsma hamburger. Azt lehet enni itt. Aztán várja, egyes falakat egyébként át lehet törni, ugye, hogy mindjárt lyuktuk el. Nem, itt nem. Mindegy. Bloodbath demo. Ah. Azt hiszem itt kellett tovább menni. Itt kellett tovább menni? Nem, ez csak betöltöd a falat. Nem emlékszem az első pályára, vagy csak odáig tartott? Nem tudom, megmondom őszintén, sajnos nem ismerem a játékot. Hey, Jocsi, játsszak meg! Jó összeket. Ja, igen. Elec Team, megint bulija az Elec Teamben, DJ Spicer, Yogi MC, Dr. Petrenc és Nyaki Majgi hajnalban karaoke. 260 MHz-es izé, Coca-Cola-s üveg, minden, amit el tudsz képzelni. Úgyhogy, ja, hogyha erről szól az irány a gettó, gyakorlatilag Duke Nukem 3D csak magyar környezetben. Várjál, megkeresem még azért egy részét a pályának. Mert ez nem csak ebből áll egyébként, nem is ez a pálya. Van egy nagyobbik része. Várjál, betörül, mint a falat. Ez. Oh. DN Cross. Na, DN Cross. Azaz. Nagy. Itt van Kelet című üzé. Most amit... Ja, itt csak a izét lehetett beszerezni. Aha, emlékszem most már. Régen játszottam meg, megmondom őszintén ezzel a dologgal. Tehát ez már nagyon régen toltam ezt a játékot, megmondom őszintén.
De jó, tudok még egy másik fejezetet vele, azt mondom, hogy igen, azt mondom tél. Bunkár fel! Berezsnye, Berezsnye falu. Zene úgy igazából ebben nem volt ebbe az irányagettóban, inkább egyes helyszíneknél, egyes jeleneteknél voltak különböző eszközökből kijövő zenék, de ez irányagettó, ez nagyon szórakoztató volt, tehát ezt így annó, hogy beszereztem egy 2 évvel ezelőtt, kész, tehát így hetekre lekötött. Kicsit omzik ettől grafikus. Hát normális vagyok én, hogy idejöttem. Ez Duke Nukem 3D-nek az engine-je gyakorlatilag. Tessék, Icarus busz. Hey, Jocsi, hát csak mert! Működik a cross még? Aha, még jó van. Igen, ja, van. Náv átkelő hely, mindent. Látlak, cigány, gyere elő! Látlak, cigány, gyere elő! Ez ilyen. Látlak, cigány, gyere elő! Hasonló játékok egyébként születtek külföldön is, mint például a White Hell, ami Finnországot adja vissza. Az is egy nagy kedvenc egyébként. Tudom, Berezsnye vége. Na, mondok egy másik fejezetet, azt mondom, hogy nyár. Tessék, mondjuk. Kanállal a lecsóból. Kanállal. Balatoni nyár. A most szerintem pont aktuális is egyébként. Itt van Proving Ground. Valamit ezt játék, ezt a zenét belakták. Én ki jó zene? A kocsma. Fasza! Na, kimegyünk a kocsmából. Mire beszéljük meg? Ekkor is aláztuk a játékból. Dehogy aláztuk! Mire beszéljük meg? Ez vicces. Na várjál, DN Clip. T1000-es mód. Nem nyugodj a csónakkal, várjál. Ezt mit volt a... Igen? Jaj, tarts ki! Igen, ez macera volt ez a pálya. Várjál, akkor... DN... Várjál, hogy is volt? DN Skip. Várjál! DN Skip... Várjál! Bocsi, várjál. DN... Na, DN Scotty 304. Nem jó. DN Scotty 305. Map. Á, tökéletes. Map azt mondja, hogy erdő. Ja, hogy itt így vannak elnevezve a pályák, akkor azért nem stimmel a dolog. Hát várjál. Büzmot. Van egy büzmot pálya. Várjál, büzmot. Ja. Map. Büzmot. Büzmot? Nincsen olyan? Ja, büzmot. Map. bzmot.map. Ha lejártunk! Hol írom el? Most a segélyre vár. Akkor kell az egyes is elé, lehet. Kell az egyes, meg... Ez az, tökéletes. Vonattal a tanyáig. Ez az, ez az. Tessék, itt egy mávpálya. Mere, DN Monsters. De DN Monsters. Nem, nem. Stop. DN Clip. Oké, okay, falhoz erőtös. Ez az? DN Monsters. Oké, okay, tökéletes. Magát a pályát akarom bemutatni. Kicikét. Fasza! Na jó, ez így vicces. Amúgy ez az ajtó, ez rendesen kinyílik egyébként. Ez most nem tudom miért akart bevárni. DN Clip, akkor megint. DN Clip. Hogy? Hey, te! Te jött, járj csak meg! Ugye ilyenkor az ellenségek megmaradnak, csak ugye izé van. Csak el is tűnnek azzal a lendülettel. De ez olyan pálya is van benne, ilyen máv pálya. Maga csácsi máci a halántáló rásztú prakarica. Igen, vannak ilyen izék is. Ilyen emberek is benne. De látni, tehát egy komplet, izé, komplet mávonat van benne. Még a régi ülésekkel.
Mondjuk ebből a szemben mondjuk királyi játék, mert úgy gyorsan megy a vonat. Tehát valósabban azért a MÁV nem tudott én gyorsan menni. Na, de ilyen. A földet érés pálya következik. 14:25 francba. Nem fogok odaérni. Mindegy. Ah, van egy dolgom, aztán majd oda kéne menjek, az igazság. De gondolom, hogy picit ezt nem tudom. Na mindegy, szóval ez ilyen. Ha már régi játékokról van szó, Duke Nukem 3D Engine-re alapuló cucc. Mutatok még valamit. Találtam egy olyan verziót a Dune 2-ből, hogy Dune Legacy. És az elvileg még egy most is fejlesztett projekt. Reporting. Affirmative. Tehát ugyanaz, mint a sima eredeti Dune 2, csak annyiban, hogy jobb felbontásban, meg több mindent lehet egyszerre csinálni. Tehát ki tudsz egyszerre több eszközt is jelölni. Ugyanúgy működik, mint a régi Dune, csak gyorsabban is mehet a játék, meg egyszerre több egységet ki tudsz jelölni. Szóval tök jó verzió összem a Dune-nek. Ja, és ez működik online verzióban is. Ez a verzió 0970. Érdemes ezt is beszerezni a Dune Legacy-t. Aztán, mi van még, amit érdemes? Descent, nem tudom, Descent az megvan még nektek? Descent nevezetű játék, amiket így játszok így régebben. Régebben, bocsánat, így mostanában. Na, beállt a kép, mi? Várjál. De most majd jó. Na, beáll a kép, várjál. Átkapcsoljuk az évből. Pillanat, nem. Így jó lesz. Na, látszódik? Ha? Látszódik. Király. Várj, csinálok egy... Mondjuk... Egy gyors téni. Tehát arról szól, hogy a jövőben ilyen robotokkal végeznek különböző munkákat, és ilyen bányákban bányarobotok dolgoznak. Valamiért megbolondulnak, és ezért ki kell nekünk takarítani a bányákat, meg föl kell robbantani az összes ilyen bányát, ahol a robotok elszabadultak. Egy ilyen vírus elszabadulás. Egy ilyen űrhajóval kell rohangálnunk a különböző helyeken. Én imádtam ezt a játékot egyébként. Ennek is az engine-jét ugye újraírták, és akkor így gyakorlatilag le lehet játszani az egész játékot. Szép grafikával, és működik ugyan online is egyébként. Lehet multiplayerben is játszani ezt az eredeti játékot. Aztán mi van még? Várj, mit mutassak még? Akkor azt mondja, hogy Crusader. Nem tudom, ez megvan nektek? Crusader játék? Ez dosboxos megoldás. Várj, ezt most így megmutatom, hogy teljes izéval. Nem látszódik mi? Ez se látszódik. Így látszódik, várjál. Kiteszem izére. Így nem látszódik. Jó, így fog látszódni. Na mindegy. Itt is indítok egy új játékot. Az a vicces egyébként ebben a játékban, hogy ezt le tudtam szedni teljes izébe, a teljes verzióba. First, let me say welcome to the resistance, Captain. És összeállítottam egy dosbox beállítást, nem mindent, hogy működjön. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy egy ilyen izometrikus kialakítású játék, és iszonyatosan jó hangulattal és zenével. Nem. Kenya. Persze, most már ezért van mi? Mocsok.
egy sztori végül is gyakorlatilag egy hatalmas nagy globális korporáció, egy cég ellen dolgozunk, és akkor mi egy katonai voltunk ennek a cégnek. És az a cél, hogy gyakorlatilag ebbe a történetben végigvigyük az izető karakterünket. Ez egy nagyon régi, ilyen izometrikus, csak ilyen textúrákkal dolgozó játék, de iszonyatosan jó izé, demo zenéje volt egyébként ennek. Én ezt nagyon szerettem, ezt a játékot. Ez is egy olyan játék volt, amit nagyon kellemes volt számomra. Volt egy másik része is egyébként Crusader. Akkor van itt Caesar 3 például nekem fönn. Akkor van Quake 3, sima Quake. Ebből is inkább a izélt verziót. Akkor van Rise of the Triadon fönt, van RVG-jel. Ezt egy párszor egyébként régebben izéltem, live-oztam is az RVG-et. Ez se látszódik. Mi? Persze nem látszódik. Most ez is egy kicsit hangos, ezt is levesszük a hangerejét. Hangkeverő itt van. Rakjuk 50-re. Mondom 50, 1, 2, 5. Most lesz 50 tökéletes. Ez a klasszikus. Ja, meg kontroll van beállítva. Pillanat. Ez is egy nagy régi kedvencem egyébként. Igazából erről szól az egész játék, tehát teljelentős kis autókkal kell különböző pályákon végigmenni, ebből is van egy olyan verzió fönn nekem, ami teli van community anyaggal, tehát nem csak az eredeti játékot lehet lejátszani, az egészet gyakorlatilag barom sok pálya van hozzá, az online verzió, ami nekem itt fönn van. És viszont még egy utolsó dolgot, még a live befejezés előtt, még azért, mielőtt még itt eltűnök, meg akartam mutatni, az konkrétan a TIE Fighter nevezeti játék. Nem tudom, ez látszódni fog egy rendesen azért a képernyőn. Most a bevezetést nem akarom mutatni. Na, jó. Miért? Joystickot nem akartam. Ez annyira érzékeny volt ez a hülye játék akkoriban, basszus kulcs, hogy joystickkal nem lehetett rendesen ezt játszani. Na még egyszer, várj, újra el kell kezdjem. Bocsánat. Jó, jobb klik. Ez az. Na és akkor gyakorlatilag a birodalommal lehet lenni. Hát mit mutassak nektek? Azt mondja, hogy mondjuk legyen ez mondjuk TIE Fighterre. Three TIE fighters from Alpha, Beta, and Gamma squadrons will patrol the area around the station.
Your weapon arming crew has added concussion missiles to your target. Lényeg a lényeg, hogy csillagok háborúja szimulátor az akkori első... Beta and Gamma Squadron, engaging enemy forces. Sector alert, there are unknown craft entering our area. Alpha Squadron, join the attack and engage the enemy. Hát ilyen. Alpha 1, this is Light Group Alpha, using your target for attack. Stop all Y-Wings from making torpedo runs on D-34. Hát ilyen volt ez akkoriban. Imádtam ezt a játékot. De ingyen még picit játszunk vele, aztán de lassan most már eltörténik. Na? Jó, szétlőttek. Kicsit gyorsan zajlott. De ilyen. Na még egyszer. Na még egyszer, ez így eléggé ciki volt, ez egy eléggé szarul sikerült ez az akció. Beta and Gamma Squadrons, engaging enemy forces. Tudjátok mi? Order acknowledged, ezt? Sir, using your target for attack. Én meg majd akkor a zöldeket fogom inkább megcélozni. Sector alert, there are unknown craft entering our area. Alpha Squadron, join the attack and engage the enemy. Request for reinforcements acknowledged. Stop all Y-Wings from making torpedo runs on D-34. Akkoriban iszonyatosan sokat játszottam ezzel a játékkal. Hát ez ilyen űrhajó szimulátor, a csillagháború űrhajó szimulátor. Egy nagyon jó sztorival egyébként, meglepően lekötött az embert. Kábel az mindig ízi van leakad. Request for reinforcements denied. Na, és akkor meg kell védeni magát ezt a bázist, nem is ebben a csatában. Szia, Wafi! Hello, motherfucker! Nem, pont egyébként végére jöttél be. Csak gondolom, na, megmutatok egy-két régebbi játékot, amiket régen játszottam. Miket játszok. Ez mind egyébként, amiket eddig láttatok, egyébként DOSBOX-on ment. Alpha 1, Alpha 1, this is Alpha 2, using your target for attack. Mindjárt jönnek az X-Wing-ek zöld színűek is. Jó van, ma maradj már! Nem álltottam most át, mert csak egy pár dolgot akartam megmutatni, aztán belemerültem egy picit játékba. Na gyere te X-Wing, gyorsan szétszedek téged! Ezt annó izével a joystick-kal is kurva szar volt irányítani, de egérelem mindig könnyebb volt minden esetben. Ez a húzogatnom kell az egeremet, az mint valami izim, nem maszturbálnék, hallod? Hát csak nekem jött a társam! Csak nekem jött a társam! Ha mindegy, ilyen volt. Amúgy kiderült, hogy miért láttuk azt a kocsit, amit láttunk Szolnokon. Na, hát ilyen volt a TIE Fighter, egyébként imádtam nagyon ezt a játékot akkoriban. Na, meséljé!
Nem is emlékszem, hogy melyik kocsit lát... Várjál csak! De várjál, milyen kocsit láttunk mi ott akkoriban? Jaj, tudom már, tudom, a régi Porsche-t. Megvan. Igaz. Na, hát mi van még itt nekem? Hexen 2, az is jó egyébként. Hexen is jó, Scumvm is jó. Scumvm-ben milyen játékok vannak nekem fönt? King's Quest, Zack McCracken. Jaj, ilyet is szoktam játszani egyébként, várj, mutatom. Hol vagy itt vagy? Fogadjunk már, megint nem látszódik. De most látszódik. A mozgás nem látszódik. Most látszódik? Ilyen játékokat is szoktam játszani néha. Na, use phone. Csak hogy is kellett ezt... Mi volt a főmenü? Ah, itt van. Quit. Na ilyen. Szóval lényeg az, hogy ilyen régi játékot... Szeretem nagyon sok régi játékot egyébként. Ja, és igen, utolsó dolog, Imperium Galactica. Azt is felraktam egyébként. Na, tessék. Kiteszem teljes képernyőre, akkor fog látszódni? Várj, FTL. Azaz, tökéletes állásbetöltése. Nézzük. Na, de már megint nem... Nyugodj ezt sem, mert megint nem látszódik, várja már. Kedvedik HD game-et kell elindítsam, hogy látszódjon. Na, így most már jó lesz. Ja, igen, ezen meg kicsit izéltem, csaltam. Parancsnoki hív, kolónia, bolygói kristály. Igen, már raktam egy kis izét, egy kis kolónia. Lovettát. Bolygói kristály, kolónia. Igen, hát egy csomó dolog még ugye hiányzik itt, mert minden, de ja. Szóval igen, Imperium Galaktikát is nagyon bolygói szeretem egyébként. Kristály. Főképp a üzenetek voltak nagyon viccesek Kolónia. Mindig. Parancsnoki. De ez a színész alakítás. Szia, Dave. Nagyon hiányzol. Már rég nem voltál itthon. Gyere, Johnny, üzenj te is valamit a papának. Ez zseniális. Képzeld, apu. Ma voltam először iskolában, és egyedül haza tudtam jönni. Az anya megengedte, és azt mondta, hogy nagyon ügyes vagyok. Az anya akar még neked valamit mondani. Remélem, jól vagy, és az ünnepekre kimenőt kapsz. Mind a ketten nagyon. Zseniális, nem? Zseniális. Most be kell fejeznem. Szia. Cső! Na hát ilyen. De viszont nekem mennem kell még az anya, igen. Nekem viszont lassan most a tényleg mennem kell, mert főként mi menj... Föl kell készítsem magam még erre délutánra. Na de, köszönöm szépen, aki itt volt, ez a kevés ember. Legközebb jövök rendes streammel is, rendesen összekészülve, normálisan kinézve minden, nem csak így csapzottan, így a forró seggemmel. Úgyhogy, Wafi, te is pont régre is estébe. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Ez egy rövidebb streamre sikerült. Ennyit csináltunk, mennyi ideje megy az stream? És a két órája. Azért két órát letoltunk. Na de, köszönöm szépen mindenkinek, kellemes délután leszek még, lehet, hogy nem ma, jövő héten. Most már tényleg megint elkezdem rendesen streamelni a dolgokat, nem érdekel olyan alakás, amilyen. Addig is mindenkinek a legjobbokat. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!